Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Csá-csá, hello mindenkinek! Most hát, elérkeztünk egy eléggé különleges videóhoz, ahol most nem más lesz, tudom nektek egy pár módot, hogy meg tudjátok trollkodni úgymond a tanáraitokat. Szóval, szerintem vagyunk is belemúzom az időt, és hát már most ugye hát elmondom szokásan, hogy dobjatok egy hatalmas egy lájkot 3-ra a videóra, ugyanis ezzel tudjátok nekem jelezni azt, hogy tetszik a videó meg ilyesmi. Szóval 1, 2, 3 és bum, mosson meg azt a like gombot azonnal! Szóval menjünk is be gyors a termünkbe, itt lesz most a óránk. Előző órán vettük úgymond ennek a gombnak a használatát meg működését, meg mit tudom én. Arra gondoltam, mi lenne, hogyha ezt a gombot megnyomja és kicsit rárobban így a dolog meg így ilyenek. Szóval ezt így szépen így befedjük meg minden, semmi nem látszódik. Én szépen így beülök a helyemre és várom, hogy megérkezzen a tanárnő! Jó reggelt, gyerekek! Ajaj, hello! Jó reggelt kívánok! Megtennéd, hogy jelentesz nekem, hogy ki hiányzik? Persze, persze, jó napot kívánok! Tanárnő hiányzik Ágoston meg Márton és az osztály létszáma, mit tudom én, 15, csá. Nem, szóval ugye ez a 5 órán tanultuk, hogy mi történik, hogyha meghúzzuk a kart. Igen. Valaki be akarja mutatni? Vagy mutassam be én? Látja? Ja, mutass, hát én nem tudom. Nem. Na, igen? Mi történt, tanárnő? Mi történt, tanárnő? Maga rongálja az iskolát? Nem ennek kellett volna történnie. Hát, jó, szólok az igazgatónak szerintem. Ne! Jó, nem, nyugalom, oké, na. Ad egy ötöst és akkor nem szólunk, jó, oké? Mindenkinek szerintem írjon be egy ötöst, jó? Nem, csak magának, hanem a többiek valamiért, nem tudom. Oké, okay. Jó, oké, rendben, akkor nekem aztán egy ennyi, jó? Oké? Jó, jó, jó. Na, oké, okay, akkor jó. Meg akkor megyek, jó? Majd később, majd lesz még jó, órán, minden. Hello! Srácok! Easy! Hogyan lógjatok a suliról, vagyis egy órára, és hogyan kapjátok egy ingyen ötös? Na jó, jön a következő trollkodás. Szóval srácok, itt is vagyunk a következő trollkodásban, és most bizony egy nagyon nagy klasszikus jön, amit hát mégis sem annyira, de ja, mindegy, majd meglátjátok. Szóval most bizony el fogunk játszani egy űrlényt, és mindegy, majd meglátjátok. Na, szóval kell hozzá egy crafting table, kell hozzá egy burset, úgymond, amit befestünk szépen zöldre, hogy mégis csak azért hihető legyen, mert az UFO-knak azért mégis csak zöld elvileg így az UFO. Ezt szépen felkapjuk, így meg minden oké, meg minden, most így egy zöld cucc van rajtam, de ha én felveszem így ezt a fejet, akkor azért eléggé UFO-snak tűnök, szóval! Na, jajaj, oké, én neked nem csinálok, na, szóval, menjünk be és hozzuk rá a frászt! Mindenkinek adok tankönyvet. Tehát támadlak, emberi agy, nyami. Ott egy nagy agy, okos agy, többi buta agy, kérem okos agy, nem menekülni el, bezárni. Na, te lenni emberi lény, igen? Igen. Analizáció, nem tudom. Te lenni emberi lény, humanity. Igen. Oké. Te adni nekünk ide agy, vagy adni Daninak ötös? Hát jövő inkább a második az választok, nem érek a adni Daninak ötös, azonnal írja be, mutassa meg. Ha kimegy, akkor beírom. Pillanat lenni. Itt van Dani ellenőrzője, elhoztuk, írja be. Danit elraboltuk, ne próbálja meg most felhívni, meg ilyenek. Oké, beleírtam. Jó, beleírta? Igen. Oké, megnézni. Jó, oké, király. Viszlát, hello! Viszlát, hello! Jó, Istenem! De hogy bevette? Én nagyon igény kégek, hogy veszik be? Hogy veszik be, tehát tanár? Na jó van, srácok. Oké, második trollkodás megvolt, jöhet a következő! Na szóval, srácok, eljött a következő trollkodásnak az ideje, ahol viszont egy olyan tanárral leszek, aki kb. Egész nap telefonozik órán. Amitől már ki vagyok, tehát mi az, hogy a tanár telefonozik egész végig órán? Azt nem tudunk semmit. Szóval, srácok, a következő az lesz, hogy bemegyünk, elkérjük a tanárnak a telefonját, elcsaljuk ebbe a budiba, és azt hiszi, majd ugye, hogy én ide beszélök meg minden, azt ezt kiütöm, és akkor ide le fog esni, és bizony, addig nem kapja vissza a telefonját, amíg nem ír be nekünk egy ötöst, szóval, teszik, hogy vajon működik-e, vagy valami ilyesmi? Tanár úr,
megérkeztem órára! Jó napot! Bejön be! Oké, rendben, na, tanár úr, képzeljen el, jöttek ilyen új frissítések a telefonra, és le kell, hogy frissítsem, vagy különben tönkre fog menni. És ezt hol kell frissíteni? Megmutatom én magának, meg minden nyugalom, csak adja ide, segítek! Jó, oké, nem olvasok bele semmi meg ilyenek, na! Tüdr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 ü
Jó, 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 jó. Tanár úr, itt csinálom! Mi a helyzet? Mit keres ott lent, tanár úr? Hát, mit kell, mit tudja? Miért? Hát leesett maga, tudja, hát igen. Hát, na mindegy, köszi a telefon! Jó van, ide szerintem megyek, jó? Viszlát! Engedjen ki! Jó, jó, nyugodom, nyugodom, nyugodom. Na, vissza, kiengedem és visszakapja a telefonját, ha beír nekem egy ötöst. Jó, de jó, csak engedjen ki. Valóban, na, írja be, gyerünk, mutassa meg. Na, írja be szépen akkor az ötösemet, és én már itt se vagyok, és így ki is engedem, meg visszaadom a telefonját, minden. Na, beírta? Igen. Jó, jó, oké. Ó, ott van az ötös, nagyon jó. Hát tanár úr, oké, ott van a telefonja. Hívja a segítséget, jó? Jó, kiengedem, de gyorsan menekülök, mert úgyis üldözni fog. Hello! 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 Ne, 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 hova megy? De hova megy? Ne! Tanár úr, ez csak egy poén volt. Tanár úr, kérem, nyugalom. Jó, oké, leráztuk. Ha, oké. Jó, most látok, szerintem ezt ne próbáljátok ki az igazi súlyt, akkor már látjátok, mi lesz a vége. Na jó van, jöhet a következő trollkodás. Na szóval, srácok, jön a következő, ez egy matek tanár lesz. Itt nem más lesz, mint kicsikét megjutjuk a osztálytermet, meg ilyenek. És hát, ja, igazából akkor abba adjam a gyújtókodást, hogyha beér nekem egy ötöst. Próbáljuk meg így ezt, hát a bérő is nekem egy ötöst. Aztán, ja, majd meglátjuk. Na, la-la-la-la, jó napot, beértem, hogy késésér. Ez nem van, mint a tankőjeket osztasz ki. Miket osz ki? Nem. Oké, jól van. Oké, nagyon király, minden. Mi történt? Miért ég a suli? Tanár úr, ég a suli! Úristen, tanár úr, ég a suli! Tanár úr, most mi van itt? Miért ég? Mi történik? Mi az, hogy mi történik? Hát szóval csinálja! Szóval csinálja! Nem, vésküszöm védetten a tanár úr, nyugalom! Nyugalom, nincsen semmi gond! Mi a probléma? Nem, szóval! Na, csak teszelem itt a kémiai cuccokat, meg ilyeneket, na! Tanár úr, jó, tudom itt! Figyeljen, kössünk egyességet! Abba hagyom, hogyha beér nekem egy ötöst! Jó, csak nagyon nincs a hajlóskor! Tényleg! Mekkora jó fej! Oké! Jó van. Na most kezdhettem volna ezzel is, hogy beír egy ötöst, aztán beír nekem egy ötöst. Jó van. Na, tényleg beírt egy ötöst? Kösz. Ok, jól van. Hát akkor, hello. Amúgy jól voltál, magánál van a gyújtó. Ha-ha. Mi? Jézusom. Na jó van, srácok. Jöjjön a következő finálé, ahol az igazgatót fogjuk megtrollkodni, de nem is akárhogy, hanem bezár egyik a sulit. Na mindegy, majd meglátjátok. Na és srácok, akkor a finálé nem más lesz, mint egy kis mérges dolog, vagy mi. Átneveztem a mérget arra, hogy tej. Ezt oda fogom adni az igazgatónak, hogy mit tudom én, nézze, házi tej, hoztam önnek valami, azt ja, tesztelje le, vagy nem tudom, vagy mondjuk a kávé, valahogy sincsen, mindegy. És ahhoz, hogy megkapja a teljes södröt, hogy elmúljon a hatása, be kell, hogy zárja a sulit. Szóval megnézzük, hogy vajon be fogja záratni a sulit ahhoz, vagyis azért, hogy megszerezze ezt a helyet. Na, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Képzelj el, hoztam magának, most csináltuk kémia órán így a többiekkel, az a tanárnő mondta, hogy hozzam el önnek ilyen tejet csináltunk. Oké. Okay. Ja, kóstolj. Nagyon finom. Jó. Jó. Mi történik? Ez nem is táj! Milyen? Ja, igazgató, nem mi történik? Ez nem jó! Itt van! Hogy segítsen, kell ez a tej? Igen, kell! Oké, rendben, de figyeljen már! Kössünk egyességet, jó? Mi? Na, nem akarja esetleg bezáratni a sulit, vagy valami? Nem! De mikor meghalok, akkor te fülled! Hát de, na, zárass már be azt az iskolát, megkapja azt a fejecseimet! Na, kötünk egyességet, tényleg? Igen, és akkor hazamehetek? Igen? Jó, oké, ott van. Köszönöm. Jó, oké, majd szólj, hogyha bezárt.
Na jó, srácok, Jézusom! Oké, és szerintem eléggé szépen szétszivattuk itt a egész iskolát, szóval, ja, ne próbáltok is szerintem élőbe a dolgokat, szóval, ja, ez fontos, de nyilván kipróbálná ezeket ki, tehát, na, azért mégiscsak. Szóval, ja, srácok, köszönöm, hogy tudtok fel ebben a videóban, ha tetszett, dobjuk egy lájkot, megiratkozzatok fel, meg minden! És találkozunk a következő videóban, és amúgy a Dani Minecrafton még lesz ma egy videó, ott is találkozunk meg ilyenek. Na, sziasztok!